településen téma volt most ugye az általános iskolák átszervezése, természetesen Pilisszent Ivánon is. Hogy zajlott ez itt? Köszöntöm a tévénézőket. Nem hiszem, hogy másképp, mint az ország bármelyik településén. Problémákkal, vagy könnyebben, vagy nehezebben, de igyekeztünk a lehető legkönnyebben megoldani ezt az átállási folyamatot. Ugye arról van szó, hogy az iskoláknak a szakmai működtetése az most egy állami fenntartású intézményen keresztül történik, viszont maga az épület állagának megóvása, a szakmai és anyagi és olyan eszközöknek a beszerzése, ami eddig is az oktatáshoz járult, az továbbra is az önkormányzatoké maradt. Magyarul a dologi kiadásokat mi finanszírozzuk, az épületeknek az állag megóvása mi feladatunk, de a pedagógusoknak a bére és a szakmai működtetése az intézménynek, ennek a bizottságnak a feladata. A végső konklúzió az volt a bizottság elnökének az átállások után, hogy nagyon zökkenőmentesen történt Szent Ivánon ez az átállás. Ennek elsősorban az az oka, hogy amikor kellett, akkor még a testület rendkívüli ülésre is összehívtuk, hogy határidőn belül tudjunk ebben a munkában közreműködni, és minden olyan feltételt teljesíteni, ami az átálláshoz és a szerződés módosításhoz szükséges. Használati szerződést megkötöttük január 11-én. Majd még egyszer volt egy hasonló a leltári és egyéb más eszközöknek a listájával kapcsolatban, de ez még nem zárult le. A kettős és feles megoldású iskola működtetése nem hiszem, hogy nagy örömére szolgál a külső, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy az átlag embernek, hiszen azt tapasztalja, meg mi is azt tapasztaljuk belülről is, hogy vannak még bizonyos rendezetlen dolgok, feltételeket kell még módosítani a működésben, és majd menet közben le fognak tisztulni ezek a kétségek. Én azt hiszem, hogy sokkal zökkenőmentesebben zajlott le ez az átállás és ez az átvétel és ez a használati szerződéseknek a módosítása, mint ahogy azt sokan az előzmények alapján várták. Hála Istennek, azt kell mondanom. Téma volt a testületnél a budaörsi rendőrkapitány kinevezése. Miért került ez napirendre? Bizonyára mindenki tudja, hogy a budaörsi rendőrkapitánysághoz tartozik a Pirisvörösvári járás, a Pirisvörösvári rendőrőrs, és ennek a személynek a kinevezése, a kapitányi kinevezése, ez a megyei kapitány hatásköre. A képviselőtestületünknek pedig, mint eddig is, véleményezési joga van csupán ebben a kérdésben. Én azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot, hogy miután ismertük már korábbi budaörsi munkáját Galuska Tomsics László ezredes úrnak, ezért a képviselőtestület is támogatta maga véleményével, és egyetértett a kinevezésével, amely tavaly ősztől, 12 év őszétől kezdve hatályos. Én sok sikert kívánok a kapitány úrnak, elsősorban a pirisvörösvári rendőrös munkájában. Ott is változás van, hiszen visszajött a korábbi őrsparancsnok, Kocka Gábor úr, és remélem, hogy az ő tapasztalata is közrejátszik abban, hogy eredményes, hatékony munkát tudjon az őrs kifejteni ebben a térségben. Ráfér a területre túl sok az elharapozott, mostanában elharapozott bűnözés, betörés, lopás, stb. De erről korábban már beszéltem a tévé előtt. Én remélem, hogy ebben sikeresen, eredményesen is tudnak segíteni az itt élőknek. Sor került egy szerződés módosításra a Közcsat Kft-vel. Mi volt ennek az oka? Ez egy szintén egy határidős társasági szerződés módosítás volt. Ennek meg kellett történni január végéig. Ennek a társasági szerződés módosításnak a legfontosabb eleme az volt, hogy 9,5 millió forinttal segített a képviselőtestület, mint tulajdonos a
alaptőkét, illetve 9,5 millió forintot tőkésítettünk, és nem csak Szentében, hanem ugyanennyit kellett Solymárnak is, mint a másik társtulajdonosnak ebben a tőkeemelésben részt venni. Tulajdonképpen a lényeg az volt, hogy a szerződésben voltak olyan pontok, amelyeket módosítani kellett, hiszen tudjuk, hogy az elmúlt időszakban átkerült, és egy nagyobb cég működésébe került a Közcsap Kft., ez pedig a Davas környéki vízi közmű társulás, amelynek a törvény értelmében nem volt más kiútunk. Két variáció lehetett, vagy visszalépünk és visszaadjuk a Közcsap Kft.-t a korábbi üzemeltetőnek, a DMRV-nek, vagy pedig önként és darulva keresünk egy olyan másik céget, amelyikbe be tudunk integrálódni. Ez az utóbbi történt meg a Dabassal, Dakővvel. Ennek a cégnek az égisze alatt üzemel tovább a Közcsap Kft., és ezt a szerződés módosítást végre kellett hajtani ehhez is. Az alaptőke emelésre, vagy törzstőke emelésre pedig azért volt szükség, hogy a társaságnak a törzstőkéjét a megfelelő szintre tudjuk emelni, és működéséhez a feltételeket biztosítani tudjuk. Hát akkor, ha már az anyagiaknál tartunk, ugye minden évben ilyenkor téma a költségvetés. Hogy alakul ez itt Pilisszentivánon? Szerintem ugyanúgy, mint más településeken. Kicsit könnyebben, kicsit döcögősebben. Elsősorban ennek a döcögőségnek az volt az ok, hogy január közepéig kevés olyan adatot kaptunk az állambácsitól, amivel tudtunk volna valamit is kezdeni. Nem tudtuk, hogy mi lesz az elvonás. Az iskolai működések kapcsán mindenki tudja, hogy ennek a béreit az önkormányzatoktól vették vissza. Most annyit vagy többet változó, mindenki saját bőrén tapasztal, hogy ez mibe került. De eléggé későn kaptuk meg azokat az adatokat, azokat a sarokszámokat, amelyek a költségvetés, 13-as költségvetésnek a elindításához és lebontásához szükségesek lettek volna. Amikor ezek birtokunkba kerültek, akkor a pénzügyi gazdálkodás nekiállt a pénzügyi bizottsággal, külső bizottsági tagokkal együtt közösen ahhoz, hogy a 13-as évet el tudjuk kezdeni. Első olvasatban február 11-én a költségvetést a képviselőtestület jónak találta, és én bízom benne, hogy minden bizottsági véleményezés után, és azóta a 11-e óta eltelt egyeztetések kapcsán is, február 25-én a képviselőtestület egy olyan előterjesztést kap a testületi ülésre, hogy a költségvetés 13-as évre el fogja fogadni. Én bízom benne, hogy azokat a feladatokat is meg tudjuk oldani, amelyek a mi saját ellátási területünkön megmaradtak. Ez a költségvetés szerint az intézmény, a település, az óvoda, az orvosi rendelő és minden olyan feladat, ami eddig is az önkormányzatnak a kötelessége volt. A pénzünk is reményeink szerint megvan hozzá, és a fejlesztésekre is pénzünk, maradványunk volt. Tudunk gazdálkodni, fejleszteni. Én bízom benne, hogy egy sikeres évet fogunk a 13-as évben is zárni, vagy a év végén úgy fogjuk értékelni ezt az évet. A tervek szerint milyen fejlesztésekre fog költeni az önkormányzat? Hát egy korábbinál említettem, hogy a Bem utca mindenképpen az első helyen áll. Tájháznak a felújítására, átalakítására szeretnénk koncentrálni, valamint a parkolók bővítése volna az idei év egyik feladata. Talán ezek a főbb kiemeltek, de hát köztük van egy játszótéri bővítés, még egy több száz méteres járdaszakasz, Kismamek részére egy járdaszakasz építése. Azt hiszem, hogy ha csak ezeket veszük el az évre, ez is épp elég nagy falat, de bízom, hogy meg is tudjuk oldani ezeket a feladatokat.
Sor került az óvoda alapítók iratának a módosítására. Miért volt erre szükség? A törvény elején fogva kellett olyan részeket módosítani ebben az alapítók iratban, amelyek nem voltak benne. Feladatleosztásoktól, ellátási feladatokig. Hogyan és mint, miképpen működjön az óvoda. Na most ezeknek az új törvény szerinti módosítása vált esedékessé, ezért került sor az alapítók irat módosítására. És ha már az óvodánál vagyunk, akkor mindjárt rögtön egy legfontosabb, lényegesebb dologgal. Ez is fontos természetesen az alapítók irat, hiszen egy intézmény csak az alapján működhet. De miután korábban a múlt év végén lejárt a régi óvodavezető, illetve nyugdíj korba került a korábbi óvodavezető, ezért úgy gondolom, hogy esedékes az idei évben tavasszal most írni egy új óvodavezetői pályázatot. Feltételeket a testületek minden tagja elfogadta, és az óvodavezetői pályázat kiírása megtörtént. Legelőször egy közigállás.gov interneten jelenik meg, vagy már rajta van, az adás időpontjában szinte biztos, hogy rajta van a pályázati kiírás, de megjelenik majd az oktatási közlönyben is 2 héten belül. És ez alapján neki eldöntheti, hogy pályázik-e ennek az állásnak a betöltésére, vagy beadja-e a pályázatát, vagy sem. Az idei év fontos lesz a partner kapcsolati szempontból is. Hogy is lesz ez, milyen ünnepségekkel készülnek, és miért? Hát igen. Ez egy nagyon nehéz és szerencsés év is. Kevesen mondhatják el Magyarországon azt, amit mi, hogy községi szinten eljutottunk hivatalos partner kapcsolat során oda, hogy 25 éve írtuk alá az alapítók iratot itt Pilisszent Ivánon. Ez pedig 88. október 21-én történt. Azóta 25 év. A kinti támogatók, döntéshozók és a mi képviselőtestületünk egyeztetése alapján az a konklúzió, hogy ne az október 21-i időpont körül tartsuk meg ezt a 25 éves jubileumot, hanem koncentráljuk, és a nyári napfordulón, tehát a Szent Iváni nap alkalmával, ami június 20-21-22, hívjuk meg partnerközségünkből azokat az embereket, több mint 100 emberről van szó, akik ezen a ünnepségen részt vesznek, megtisztelnek bennünket, és tartsuk meg ezt a jubileumot ezen a Szent Iváni napon. Egyrészt a tájháza helyszíne, egyrészt a sportpálya, egyrészt a aula, az iskola aulája, a tó környéki színpad, és a legnagyobb pedig a Kucmakréten lent a 22-i Szent Iváni napi szombati gálaműsor. Én remélem, hogy ez az előkészítő munka során már szinte biztos, hogy egy nagyon nívós, nagyon színvonalas műsoros programmal tudunk a 25 évnek olyan hangot adni, amelyben a Pilis TV is, mint média, de talán még más médiák is segítenek. Úgy gondolom, hogy tényleg büszkeséggel töltsön el mindenkit, aki hasonló helyzetben van az országban, hogy íme van értelme. Mert mi ezt a 25 évet úgy értük át, hogy tényleg élő, napi élő kapcsolat volt a két település között. Ma már olyan mozgások vannak, vagy nem is tudunk róla. Civilek, oda-vissza, sportolók, barátok, ismerősök közlekednek gyerekektől idős emberekig, és ez mindennek a 25 éves partner kapcsolatnak az eredménye, amire nagyon-nagyon büszkének kell lennünk, mindazoknak, akik ebben a munkában a 25 év alatt, akár innen, akár határon túl részt vettek, segítettek bennünket, támogattak, és tényleg úgy gondolták, hogy ez a 25 év, ez egy nagyon sikeres, nagyon eredményes munka. Én remélem, hogy ennek megfelelően ennek a 25 éves jubileumnak ez a nyári napforduló fesztivál is tud rangot adni, és talán
ebben az országban példát is tudunk mutatni arra, hogy igenis, ha valaki még eddig nem, akkor mozduljon el határon kifelé, akármerre, és ez teljesen mindegy, hogy merre megy, Szlovákia felé, Ausztria felé, vagy Délvidék, vagy Románia felé, vagy Ukrajna felé. Van értelme egy ilyen partnerkapcsolatnak, és ma már sokkal könnyebb ennek a partnerkapcsolatoknak a jogi oldalát biztosítani, mint annak idején 1987-ben volt. Nagyon kőkemény volt, nagyon. De mint a példa mutatja, megérte, és talán ez a legnagyobb siker benne, hogyha az ember ilyenne büszkélkedhet, mert tényleg én azt hiszem, hogy érdemes és szabad is vele büszkélkednünk. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!